kicsit könnyedebb irányba, a szórakoztatóipar felé fogunk most kikacsintani. Itt van velem két vendégem, a Dreamcatchers két tagja, Almási Igor és Halmai Réka, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök. Sziasztok! Szia, mert hogy megjelent a legújabb klippetek, ennek kapcsán vagytok itt, ez az apropója beszélgetésünknek, de hát kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan alakulnak a mindennapjaitok és a zenekar élete is a következőkben. A legújabb klipről beszéljünk, amely a So Young című dalhoz készült, és a nézők már is láthatják a klipnek a bejátszóján, mert megnéztem tegnap este természetesen, hogy tudtuk, hogy érkeztek majd hozzánk, és hát egy kicsit olyan a szív megszakad, a lélegzet bennakad, ahogy szokták volt mondani, egy nagyon valóságos és életszerű élethelyzetet jelenítettetek meg ebben, végtelenül egyszerű és letisztult módon. Mi a mondani valója, mit kell tudnunk erről a dalról és erről a klipről? Igazság szerint az alapja úgy készült, hogy Igor, a zongoristán, készített egy fantasztikus alapot, ő szerezte az alapját ennek a dalnak, majd ez annyira inspiráló volt számomra, hogy egy elég mély és elég nehéz történetet szerettem volna belemesélni, ugyanis én nagyon korán elvesztettem a nagymamámat erdélyi oldalamon, és akkoriban nagyon pici voltam, és nem nagyon tudtam felfogni, hogy mi történt igazából, és ez a későbbiekben tudatosult bennem, igazából ezt a szeretteink elvesztését tükrözi a klip. Nagyon-nagyon személyes szálon keresztül inspirálódtatok. A veszteség, mint olyan, ami nagyon szépen jelenik meg ebben a klipben, és az ember hirtelen azt se tudja, hogy most ezt hogyan értelmezze, érzi, hogy itt valami történik, de úgy várjuk, hogy kiderüljön a klipből, és adjon számunkra egy megoldást. Nem tudom, hogy kell-e megoldást adni ilyenkor a hallgatók számára, vagy szeretnétek azt utána zeneileg is alátámasztani, hogy mindenkit vigyen el az érzése, az érzelmei olyan irányba, hogy ez neki fontos, és akkor ez adja igazából azt a fajta feloldozást, ami ebből a súlyból. Így van, rábízzuk a hallgatóra, a nézőre. Mindenkinek vagy sajnos lesz hasonló élményben része, és mindenkiben előjönnek érzelmek ilyenkor. Fiatal zenekarnak vagytok mondhatók, ugye 2017-ben alakultatok, és egy nagyon különleges hangulatvilágot fogtatok meg, ez a melankolikus, kicsit lírai hangvétel. Mikor és hol láthatnak titeket legközelebb például a közönség soraiból azok, akik ezt szeretik, titeket szeretnek, vagy adott esetben megismerkednétek veletek? Legközelebb április 1-én láthatnak minket az Instant Fogas Komplexumban. Lesz egy koncertünk a Nene zenekarral együtt, illetve Kiube zenekarral. A Nene zenekarnak az énekesnője egyébként Orsovai Reni. Renit pedig ugye korábbról is szintén már ismerjük, szintén ugye főleg a Rácz Gergővel közös duettjük kapcsán. Angolul énekeltek, vagy énekelsz, Réka, bocsánat. Ti kizárólag angolul dolgoztok, vagy azért vannak magyar dalok is? Vannak magyar dalaink is, igazság szerint nekem személy szerint könnyebb és jobb angolul énekelni, de igen. Ami furcsa egyébként, mert alapvetően népdalénekes vagyok, tehát a magyar vonalam is benne van. Meg szokták mondani, hogy a magyar nyelv annyira kifejező, és olyan sok mindent meg lehet vele jeleníteni. Igen, igen. Ennek örömére készítettünk egy magyar és egy angol nyelvű verziót is. A klipből is fog, illetve ebből a So Young dalunkból is fog készülni egy magyar verzió, de a korábbi albumunk, ami már tavaly előtt, október környékén kijött, az angolul és magyarul is megjelent az összes zene megosztón. Annak, hogy dolgoztok egyébként angol nyelven, van egy kicsit olyan jövőbe vetett reménye, vagy feltételezés, hogy akár külföldre is szeretnétek menni, vagy külföld felé is kacsingattok? Vagy akár ez már meg is történt például? Gondolkozunk benne, tehát a terveink között szerepel. Mostanság egy erdélyi miniturnét kezdtünk el szervezni, de Közép-Európa abszolút benne szerepel terveink. És akkor az viszont gondolom segít egy picit a közönséggel való kapcsolódást, hogyha az angol nyelv, mint olyan esetleg nagyobb teret hódít, akkor mondjuk jobban át tudjátok adni ezt az érzelem és gondolatvilágot, amit szeretnétek átadni. Úgy szoktunk egyébként dolgozni, hogyha egy budapesti koncertre készülünk, akkor általában a számok többségét angolul adjuk elő, hogyha vidéki helyszínekre érkezünk, akkor pedig a magyar dalszövegek vannak túlnyomó többségben. Olyan fiatalok vagytok egyébként, azon gondolkozom, hogy magatok intézitek például a koncertszervezést, vagy a megjelenéseket, a saját ötleteiteket tudjátok megvalósítani, vagy van egy stáb mellettetek, aki ebben segít nektek?
Leginkább magunk dolgozunk ezeken a dolgokon, de mindig kapunk segítséget. Folyamatosan bővül a csapat, például a zenekar egyik tagja, Gábor, ő hangtechnikus, és ő felel a koncerteken való jó megszólalásért, illetve a dalok demoverziójának elkészítéséért, és ő ugyanúgy zeneszerző a csapatunkban, tehát mindig biztonságban érezzük magunkat, amikor megyünk egy fellépésre, hiszen ő mindig ott van mellettünk és támogat minket. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma reggel, egyrészt ugye elhoztátok nekünk ezt a gyönyörű klippet és ezt a dalt, és akkor legközelebb tehát április 1-én láthatnak titeket a nézők. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Nézőinknek pedig köszönöm szépen az egész reggeles megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap is. Tamás nevében búcsúzom, várjuk Önöket, legyen szép napjuk, viszontlátásra!